A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma, Szaki 2000 alapítványa és a Karcagi Ipartestület idén is megrendezte a szakma jótékonysági bált. A rendezvény bevételét az iskola tanműhely eszközeinek fejlesztésére, a Karcagi Ipartestület épületének rekonstrukciójára kívánják fordítani. Szeretettel köszöntöm itt a szakmabálon F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat. Sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bál, ugye a Varró István szakközépiskola, szakgimnázium és kollégium szervezésében. Ön szerint milyen helyet foglal el a városban ez a szakképzési intézmény? Nagyon fontos, hiszen a szakmunkások nélkül, a szakemberek nélkül ez a világ sokkal sivárabb lenne, talán nem is lenne. Hiszen, hogyha belegondolunk abban, hogy kik építik a házat, kik festik ki, kik javítják a gépeket, kik szolgálnak ki bennünket az üzletekben, kik készítik a kenyeret, kik készítik el a hústermékeket, kik főznek ránk, akkor azt kell mondani, hogy ezen áll vagy bukik egy társadalomnak, a jó szakemberekben áll vagy bukik a jóléte. És én azt gondolom, hogy a Varró István szakiskola egy nagyon színvonalas, egy nagyon komoly és nemzetközi eredményeket is elérő iskola, és én azt gondolom, hogy minden karcaginak, minden környékben élőnek büszkeséggel tölti a szívét, amikor látja azt, hogy az itteni gyerekek sikert érnek el, akár nemzetközi megmérettetésen, de sikert érnek el az életben is, amikor egy üzletben, egy pékségben, egy szerelőműhelyben, egy építkezésen találkozunk az ő munkájukkal. De az iskolát szervesen támogatja, illetve együttműködik vele az ipartestület is, és ha itt a városban járunk, látjuk, hogy az ipartestület épülete is megújul. Így van, nagy öröm. Hát én talán nagyon fiatal voltam, talán általános iskolás, amikor utoljára újult meg és szépült meg az ipartestület épülete, akkor talán valami ifjúsági klub néven működött, és talán az elmúlt 40 évben nem újult meg ez a gyönyörű patinás épület, és örülök annak, hogy a szakmunkásképző, szakközépiskola és az ipartestület évek óta szorosan együttműködik, hiszen azokból lesznek a jó iparosok, akik a szakmájukat jól megtanulják, jól űzik, és én azt gondolom, hogy fontos az, hogy az ipartestület és ez az iskola szimbiózisba összekapcsolva él, és az ipartestület épülete, hogy megújult, az egy megújulást mutat az iparosságnak is és a szakmáknak is. Az elmúlt időszakban ugye változott a szakképzési törvény. Hogyan gondolja? Ez újabb lehetőséget, újabb irányokat mutat a szakképzés területén? Igen, mert szakmát nagyon nehéz könyvből megtanulni. Egy szakmát akkor lehet jól megtanulni, és ez a duális képzés erre alapoz, hogyha a gyerekek, a fiatal szakmunkások, a fiatal szakemberek a gyakorlatban, a cégeknél, a vállalatoknál tanulják meg a szakma csinyát, binyát, mert fontos az, hogy könyvből elolvassák, tudják az elméleti alapokat, de a gyakorlati fogásokat csak egy másik, egy idősebb szakembertől, egy cégtől, egy munkahelyen lehet megtanulni, és én azt gondolom, hogy jobb, gyakorlatiasabb szakmunkások, szakemberek fognak kikerülni ebből az iskolarendszerből. A szakmaválon beszélgetek Lacik Dénesnével, az ipartestület elnökével. Sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bál. Milyen szervezési munkálatok előzik meg ezt az estét? Régen akkor, amikor még volt rendes báltermünk, akkor külön volt az ipartestületnek, iparosoknak a bál, és külön a szakmunkásképzőnek. Aztán, amikor már a termünk nem tette lehetővé azt, hogy ott bálozzunk, és sajnos az iparosok száma is csökkent, akkor csatlakoztunk a szakmunkásképzőhez, tulajdonképpen egy célt szolgálunk, mert ők képzik a szakembereket nekünk is. És azóta együtt tartjuk, hát közösen mindig megbeszéljük, hogy elég nagy szervezés előzi meg, megbeszéljük, hogy mi legyen a program, mi legyen a vacsora, kérünk árajánlatokat, és kiválasztjuk a legjobbat. Látjuk, aki a városban sétál, hogy gyönyörűen újul meg az ipartestület épülete. Néhány gondolatot mondjon erről. Hát ez tényleg nagyon nagy öröm mindenkinek, mert ahogy már kinézett az épület, az már szégyen volt, hogy nagyon sokáig vártunk erre a lehetőségre, hogy egyáltalán az anyagi lehetőséget megteremteni, mert ugye az volt a legnagyobb gond. Ezt az épületet nagyon sokan használták, nagyon sok célra, de mindenki csak lelakta, és senki nem költött rá igazán.
hogy most jött el az ideje annak, amikor már tudtunk lépni, és tudtunk valamit tenni annak érdekében, hogy jól nézzen ki. Hát nyilvánvaló, hogy még hiányzik sok minden, még a külső vakolat sincs teljesen kész, viszont belül még több munka van, mert vízvezetéket, villanyszerelést, minden teljesen újra kell szerelni. Egyáltalán nem megbízható az szerintem, ahogy most van, mert ugye többnyire diszkók üzemeltették, itt egy konnektor, ott egy kapcsoló, sokszor azt se tudjuk, hogy melyik vezetékről jön, úgyhogy elsősorban ezeket a dolgokat kell megoldani. Mellékhelyiséget nagyon szépen rendbe tenni, hogy azért az is elég kulturált legyen ahhoz, hogy kulturált emberek használhassák, és azután majd a nagy termet, ami egy bálterem és egy csodálatos terem volt, hát erről álmodunk, hogy ismét egy csodálatos terem legyen. Szabó István igazgató úrral beszélgetünk itt a szakmabálon, aki a Varró István szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium igazgatója. Ha figyelmesen járunk elünk a Varró utca környékén, akkor látjuk, hogy az iskolában dinamikus fejlődés tapasztalható, külső szemnek is. Mik ezek a fejlesztések? Igen, hát igazából, hogyha a Varró utca felől jövünk, akkor azt látjuk, hogy hát kívülről megújult az iskola. Ha viszont be is jövünk az iskolába, akkor látjuk azt, hogy hát bizony nem csak kívülről újultunk meg, hanem belülről is nagyon sok olyan fejlesztés történt az elmúlt években, ami egyértelműen azt szolgálta, hogy a mi gyerekeink, a mi tanulóink a lehető legjobb körülmények között tanulhassák a szakmát. Tehát belülről már ugye korábban elmondtuk, a konyha, a tanéterem, a demonstrációs terem az egészségügyi tanulók részére. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a külső szemlélő számára ez egy olyan dolog, ami elhiszi, hál' Istennek nem csak erre hagyatkoznak, jönnek hozzánk a diákok, megnézik valóban, hogy belülről ezek a fejlesztések megtörténtek-e. Hál' Istennek most elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen Karcag általános iskolái közül valamennyi megjelent már nálunk pályaorientációs foglalkozáson, nyílt napon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések mindenki előtt nyilvánvalóvá válnak. De most, hogyha valaki nem a Varró utca felől közelít, hanem a Forint utca felől, akkor is nagyon szép változásokat lát, hiszen ott van háttérben, ugye a pálya, a műfűves pálya mögött egy nagyon kellemes kis épület, a digitális közösségi alkotóműhely. És ugye ez az, amit kívülről egy egyszerű épület, viszont hogyha belép valaki, akkor igazából a jövőbe lép. Tehát akkor onnan kezdve robotokkal, 3D nyomtatóval, lézer vágóval találkozik szembe, és még sok más csodával, és minden szakmának a jellemző, jellegzetes eszközeivel, szerszámaival. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jövőt is mutatunk, jelent is mutatunk a diákoknak, és hát én úgy látom, hogy élnek is ezzel. Az utóbbi időszakokban új szakok is indultak. Beszéljünk néhány percet erről. Igen, itt elnök úr is említette, ugye, hogy milyen új szakmákat. Hát az egyik legnagyobb váltása számunkra az, hogy az egészségügyi képzést átvettük. Én úgy gondolom, hogy ebben a demonstrációs terem kialakításával és a megfelelő szakembereknek a felvételével megteremtettük az alapot ahhoz, hogy tényleg megfelelő szinten folyjon. Ugye a kórház nagyon nagy igényt támaszt ebbe az irányba, az iskola irányába, és hát mi szeretnénk ennek megfelelni. Ugyanakkor nyilván az infrastruktúrális fejlesztés, ugye mondtam a konyhát, ugye a tanéterem, hát beindítottunk teljesen új képzésként a szakásképzést, a pincérképzést. Tehát ezek is olyanok, amit most már tapasztaljuk, hogy hatalmas igény van rá. Azok a diákok, akik eddig elmentek a szomszéd településekre, vagy távolabb, ők nálunk lesznek remélhetőleg tanulók. Mi folyamatosan újulunk, most éppen az elmúlt tanévben ugye a heggesztőképzés szintén nagyon nagy siker volt, és hát most ugye az egész szakmai képzési struktúra át fog alakulni. Kíváncsiak vagyunk, hogy most a diákoknak, a szülőknek vajon melyik irány lesz az, ami tényleg számukra is egy vonzó jövőképet ad. Én hiszem azt, hogy azok a szakmák, amiket mi meghirdetünk, ezek mind valós igényeken alapulnak. Tehát bízok abban, hogy aki hozzánk iratkozik,
az valóban utána el fog tudni helyezkedni, és abban megbiztos vagyok, mert ismerem a kollégáimat, hogy nagyon jó szakemberként fognak kikerülni innen.